Sziasztok, én Zodiak vagyok, ez a videó pedig egy új beszerzésemről fog szólni. Ez pedig nem más, mint egy új kamera, és nem azért, mert nem jó a képe ennek a PowerShotnak, hanem azért, mert már egy régi gépről lenne szó, de ez már több mint egy 3 éves kamera. És ezért most, amit be fogok nektek mutatni, ez nem más, mint váltásom oka, csak a, hát nem is váltottam úgy igazából, de ez egy Sony Alpha 6000-es, ez egy cserélhető objektíves, de nem tükörreflexes gép. Az Alpha 6000 egy milc gép, 1650-es széria objektívvel érkezett, és 3,5 és 5,6-os fényértékkel rendelkezik. Nos, amit tudni kell róla, hogy van benne Wi-Fi, tudja a 1080p 60fps-t, ami a 60fps, ez az egy ilyen intelligens 50fps plusz, tehát sokkal síkabbnak látjátok majd a képét, mint ennek a kamerának, de ez is tudja a 60p-t, szóval ennyit erről, nem a képkocka számított, hanem az, hogy áthelyezzük a tudásunkat végre a DSLR gép, a digitális fényképezőgép és egy milc gép felé. Tehát tolódott, és akkor így most már ez is megvan. Úgyhogy nézzük meg, mi van a dobozba. Ugye azt tudjuk, hogy 128 gigáig bővíthető, akkor a súlya az körülbelül egy 80 gram. Na srácok, a doboz az így néz ki. Ebben a kis narancsárgában volt benne a gépecske. Ez egy Sony Alpha 6000-es, ha nem tudnátok még. Tartozékok. Egy töltő, egy ilyen pánt, egy amerikai szabványtöltő, a gépnek a tartója, amiben benne volt. A pánthoz van két ilyen kis közgyűrűszerűség, amire fel lehet akasztani, és vannak a könyvek, ami arra van, hogy elolvasok őket, hogyha nem tudunk valamit. Na de, tartozékokról ennyit, a gép pedig így néz ki. Amikor bekapcsoljuk a gépet, akkor már egyből látjuk magunkat a képen, és a keresőt megmutatom nektek, valamint a menürendszer. A menürendszerben már vannak felvételek, majd ezeket látni fogjátok, hogy milyen minőséget képviselnek. Vannak azért fényképek, felvételek, és majd a képeket ezt külön megmutatom. Ugyanezeket a képeket majd ide bevágom nektek. Van egy menügomb, a menüje az így néz ki a gépnek, és rendelkezik egy vakugombbal, amit ha vakut megnyomjátok, akkor kipattan az első rendű vakunk, de viszont rendelkezünk vakupapucsa, amire rá lehet külső vakut helyezni, úgyhogy ez is egy külön előnye az ilyen gépeknek. Oldalt van egy kis rigli, ahol bele tudjátok dugni a kétfajta töltőt, és van egy ilyen gombunk rajta, egy ilyen tekerő, amivel a programot tudjuk kiválasztani ilyen formában. Intelligens, én most videómódon hagytam a gépet, mozgókép effektusban, de ezeket úgyis fogjátok már tudni, mert ez nem egy mostani kamera, ez is egy éves kamera lenne, de viszont én még most vásároltam meg. Szóval én nekem még tesztelés alatt van. Annyit kell tudni róla, hogy egy 4 vagy 5 fajta file formátumot tud felvenni, ezért a memóriakártya, ami most jelen pillanatban ebben és ebben a kamerában is, egy 64 gigás penis PNI Technologies memóriakártya van. Tehát
a Canon és a Sony között annyi a különbség, hogy a Canon az file formátumában nekem nem NTFS-re volt állítva, hanem FAT32-re, vagy valami intelligens FAT-ra volt állítva. Ebben viszont kellett az NTFS file formátum, hogy be tudja olvasni a memóriakártyát, és le kellett előtte formatálni, hogy teljesen működjön. Annyit kellett tudni róla, hogy mivel ez egy kiállítási darab volt, tehát volna egy veszélye annak, hogy már volt kézben. De mivel én ezt úgy vásároltam meg, hogy ez csatak bontatlan dobozba volt, tehát ennek semmi baja, akkor a kedvezményt adtak rá, hogy ez egy 50 ezer forinttal olcsóbb gép, és még így is részletre lett kihozva, úgyhogy egy 8000 forintos havidíjjal hoztam ki. Végül is az alapgép az majdnem egy 2000 forint. Úgyhogy a... nem mondom, hogy váltottam, hanem kiegészítem a gépparkot ezzel a fényképezőgéppel. Nem tükörreflexes, hanem mirrorgéppel. És azért vettem meg, hogy kiegészítsem. Na de, nézzük meg a foglalatot. Így néz ki maga a foglalat nélkül, pontosabban a foglalat, és ott van benne ugye a szenzor, ami a képet alkotja, és ő lenne a cserélhető objektív. Bajonettel átalakítva lehet használni hozzá a kalonos objektíveket, és az EFS-es, tehát ami nekem van, a Tamron, egy átalakítóval ezen használható, úgyhogy egy elég egy brutális tudással van megáldva, tehát hozzá lehet csatlakoztatni az EFS-es bajonettes objektíveket, úgyhogy használható teleobjektívvel. Egy nagy előnye szerintem a mirceknek, hogy azt, amit a Canon 2000D-m, ami ott van a sarokban, használható egy Sony Alpha 6000-esen, szóval egy elég jó tudással rendelkező. Ez egy fix 50-es objektív, ami rajta van, ami 3,5 és 5,6-os fényerővel rendelkezik. 16-tól 50 mm-ig tartományban tudsz vele nagyítani, és van egy plusz 10 és felszeres digitális zoom rajta, amit külön be kellett állítani. Fogtok majd nem soká képeket és videóanyagokat látni ebben a géppel, ugyanis ebben a videóban, a bemutatóban megmutatom nektek, hogy milyen képeket alkot, valamint, hogy milyen videófelvételeket tudtok vele készíteni. És hogy teljes legyen a bemutatás, ezekkel a szavakkal zárom ezt a videót, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és tessék szétnézni a csatornán, ugyanis több ilyen gépbemutató videón van, a PowerShot 730 HS, valamint van a Canon 2000D, és most már itt lesz az Alpha 6000-es. Valamint a következő videóban meg fogom nektek mutatni a kezdeteket, vagyis a Canon A2500-as régi gépemmel fogunk foglalkozni egy ilyen félig-meddig tekkes videóban, szóval köszönöm a figyelmeteket, és most nézzük meg azokat a felvételeket, amiket ezzel készítettem, az Alpha 6000-essel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban, én Zadiek voltam, sziasztok! Na srácok, akkor ez lenne a Sony Alpha 6000-nek a videóképe. Már több mint valószínűleg képet láttatok a gép
teljesítményéről, tehát olyanokról beszélek, mint például, hogy csinálok egy jó képet vele, mert tényleg nagyon jó képeket csinál, és a videóanyag is elég jó. Volt nálam tesztelni, úgyhogy szerintem egy nagyon jó gépről van szó, csak hát hozzá kell szokni ez a 5 kategóriához.